napot kívánunk, köszöntünk mindenkit, ez a Hangos az autó második adása, hogyha ezt a bevezető néhány perces adást nem számítjuk. Az autó munkatársai vannak itt velünk egy körben, virtuálisan. Ezt már elmondtuk a bevezetőben is, hogy nem egy helyen vagyunk, hanem egy speciális alkalmazás segítségével kapcsolódunk össze. Földvári András, Krebs Zoltán, Surányi Marcell, Széchenyi Gábor, én pedig Fábián László vagyok. Sok-sok téma lesz ma, például az elektromos autózásról, hogy a fogyasztással hogyan mókolnak esetleg az autógyárak például a tölthető hibridek esetében, az, hogy milyen veszélyeket rejt a közlekedésben, hogy a villanyautók sokkal dinamikusabbak, mint a mondjuk úgy hagyományos autók. Az Euro 7-ről is szó lesz, autós üldözésről, illetve egy nagyszerű nyári programot is figyelmükbe ajánlunk. Majd remélem minden belefér a műsorba ma, nem akarjuk nagyon elnyújtani, úgyhogy kezdjük is az első témával, hogy az Alfa Romeo és a DS, ez a francia DS bejelentette, hogy az évtized közepére kivezeti a belső égésű erőforrásait, és csak, kizárólag, villanyhajtású autókat árulnak majd. Tisztázzuk először is, kijelentette be az Alfa Romeo, a DS, tehát ők nem is egy független autógyártók bár. Nem, mert a Stellantis csoportnak a tagjai, és ráadásul a Stellantison belül a prémium márkákat is képviselik, a Maserati az, amelyik ehhez a Tiohoz csatlakozik, és ettől függetlenül mindkettőről elmondható, hogy sem az Alfa, sem a DS nem a nagy eladási darabszámaival villogott eddig. Ez különösen az Alfánál fájdalmas, mert ők azért megpróbáltak több modellel is javítani ezen, de eddig valahogy nem jött össze. És talán náluk menekülő útként is jól jöhet, hogy az elektrifikációval gyakorlatilag nulláról kezdhetnek építeni egy új brandet, ami hát önmagában nem egy új brand, hiszen az Alfa Romeo-t ugye már több mint 100 éve ismerjük, de most itt a villanyautózással azért egy kicsikét lenullázódtak a dolgok, és ez egy jó esély lehet arra is, hogy az Alfa visszataláljon arra az útra, amiről néhány évtizeddel ezelőtt mondjuk letért. A kérdésedre válaszolva, itt részemről nem tudom, hogy a többiek hogy látják, én nem érzem ezt túl korainak, hiszen egy az, hogy nem széles a modellpalettájuk, kettő, a szabályozásoknak úgyis majd ez lesz a vége, hogy a belső égésű motoroktól el kell búcsúznunk. Ők megpróbálják ezt így az elején meghúzni. A technológia már bizonyos részleteiben azért adott, sőt, hát ugye villanyautókat már most is használunk, tehát nem kell itt a meleg vizet külön feltalálni. Meglátjuk majd, hogy piaci szempontból ez a húzás mennyire fog nekik bejönni. Én nem tartom ördögtől valónak, hogy esetleg a jövőben is sikerüknek ez az alapja lehet. Nem tudom, ti hogyan látjátok ezt. Bocsánat csak, hogy itt a nem túl korai ez kérdése, nekem azt vettem fel, hogy az infrastruktúra adott-e hozzá. Én a 7. lakom, hát akkor a hosszabbító nincs is, hogy töltsek egy ilyen autót, és azért sokan lakunk ilyen jellegű épületekben, tehát hogy az infrastruktúra adott-e egyáltalán hozzá. Én ezt úgy látom, és nem szeretnék itt most udvariatlanul fogalmazni, de egyelőre a villanyautózás, a villanyautó árát tekintve szerintem nem a széles tömegek autója, akik mondjuk olyan körülmények között élnek, mint mondjuk egy lakótelep, onnan esetleg a 6., 7., 8. emeletről kellene a hosszabbítót leengedni, mert ugye utcai töltőből azért még viszonylag kevés van, pláne ezeken a lakótelepeken is. Tehát itt még ezért is mondom, hogy nem tömegmodellekről van szó. Tehát sem az Alfa Romeo, sem a DS nem a széles tömegeknek kínál autót, és ebből a szempontból találom én ezt egy jó ötletnek, hogy ők megpróbálják ezt ideje korán így elkezdeni, és aztán utána majd meglátjuk, hogy a piac mit mutat. Azok az autók, amiket ez a két márka esetleg villanyautóként elad, azoknak a töltésével szerintem biztos, hogy nem lesz gond. Én egy kicsit ellent mondanék neked, Zoli, mert úgy gondolom, hogy ez különösen az Alfától talán túl bátor lépés volt, bár azt az aspektusát én nem gondoltam végig, amit te említettél, hogy hát erről a szintről valami nagyot mondva kell elindulni fölfelé, mert hát az Alfa Romeo nem ott tart, ahol ők akár csak 3-5 éve szerették volna magukat pozícionálni 2022-re. Úgyhogy igazából, hogyha ezzel nagyot lehet mondani és bekerülni a köztudatba, akkor ez egy jó mondás, de hát ez gyakorlatilag 3,5-4 év, ugye 2025? Igen, 2025 alatt, 26, igen.
2025-26-ra kéne ezt mind megcsinálni, ez csak úgy fog menni, ahogy te említetted, hogy ugye ők a Stellantisban együtt laknak egyébként a DS-szel, meg egy csomó másik márkával, a Citroennel, Peugeotval és a Maseratival. Mondjuk a Maserati az fölfelé tolja ennek a átállásnak az esélyeit, ez igaz, de ugye ezt fejlesztésbe bele kell tenni ebbe a márkába, egy olyan márkába, aki rengeteget költött arra az elmúlt legalább 30 évben, hogy core sportivo, ugye a sportszív vagyok én. Tehát ha valami belső égés, valami motorhang, meg repetfazék, az maga az Alfa Romeo. Ezen próbálkoztak ők elindulni szerintem néhány éve. Ebben teljesen igazad van, hogy nem nagyon sikerült, tehát ez a váltás lehet, hogy nem fog fájni, de ha valami sportos és a vezetés élménye, bár ez egy kicsit mostanában elkoptatott fogalom, az az Alfa Romeo. Ilyen szempontból a DS-nek könnyebb a helyzete, mert ők már vagy 10 éve azt mondják, hogy ők nagyon szeretnének Kínában jól teljesíteni. Kína ugye erőltetetten villamosít, tehát ezzel a kijelentéssel ők a kínai irányvonalba tökéletesen beállnak. Nem politikailag, autótechnológiában. Az Alfánál hogy lehet ezt kivitelezni? Én úgy csinálnám, de nem, sajnos nem kérdeztek meg, hogy kicsit kevésbé határozottan nem azt mondani, hogy 3 év múlva villanyautó lesz minden, hanem szépen elkezdeni a villamosítást úgy, hogy csökkenjen természetesen az emisszió, a fogyasztás, megfeleljenek mindenféle környezetvédelmi előírásnak egyre több országban a világon. Erre most a legjobb módszer a hibrid. Aztán folyamatosan csökkenteni kell a belső égést, és folyamatosan növelni a villanyt, majd a végén egyszer csak ott lesz az elektromos Alfa Romeo. Hogy ez szerencsése egy ilyen márkánál dátumhoz kötni, ráadásul ilyen közelihez, azt én nem tudom. Hát igen, ez a jövő zenéje. Én a Core Sportivótól, amit említettél, azért nem félek, vagy inkább az a helyes, úgy fogalmazok, hogy kevésbé félek, mint te, hiszen már olyan márkák is, mint a Porsche, aki azért szintén a sportosságra építette fel a saját imidzsét, már kínál sportos villanyautót, ugye a Taycan nagyon sok tesztet és nagyon sok embert meggyőzött már, és már a Ferrariból is van olyan modell, a 296-os, ez az új kis Ferrari, ami tisztán elektromos haladásra is képes. Tehát én nem érzem azt, hogy az Alfa belesétál egy csapdába, hogy ő a Core Sportivo szellemet beáldozza mondjuk az elektromosság jegyében, de a világ furcsa. Mi abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy vezethetünk ugye tesztautóként gyakorlatilag Alfától Volvoig mindent, itt most ugye az ABC szerűséget értem ez alatt, és én vállalom a felelősséget a mostani kijelentésemért, hogy per pillanat a kategóriájában az Alfa Giulia a legjobban vezethető autó. És itt jöhetnek bármilyen prémium márkák, akármilyen nagy teljesítményű autók. Az Alfa Giulia minden egyes hajtásláncával egy hihetetlen jó vezetési élményt ad. Tehát az olaszok azért még nem felejtettek el autót építeni, hogyha ezt villanyautóval is meg tudják csinálni, ahol természetesen nem lesz ott az a repetfazék hang és mindenféle olyan dolog, amit említettél, akkor én a magam részéről efelől nem aggódom, mert a vége úgyis ez lesz. Tehát az de az elektromos... Az az álomvilág, amiben mi éltünk, és amit mondjuk nekem egy Alfa Romeo, mondjuk egy V8-as Montreal jelent, az a világ az elmúlt. Azt én viszem tovább az emlékeimben, ha úgy alakul, akkor lesz egy ilyen OT-rendszámos autóm, amit majd tutújgatok, babusgatok, lehet, hogy a szabályozások még majd megengedik, hogy talán még utcára is vihetem egy kicsit, de aztán kész, ennek vége, és aki ideje korán kapcsol, az szerintem időt fog nyerni. Hát a Forcsebb életemből kell az ilyen Mustangot. Igen, Andris, parancsolj! Igen, annyit szeretném mondani, hogy szerintem én is hullajtom a könnyeket az Alfáért, de szerintem ő szemükből is potyog a könny, de kénytelenek lépni. Mert nagyon nagy a nyomás. Egyrészt a belső égésű motorral nagyon kéne továbbra is foglalkozni, említettük már az Euro 7-et, szóval fejleszteni kell arra a kis időre, ami még egyáltalán hátra van neki, és sok energiát, meg sok pénzt kell rákölteni. Nagy kérdés, hogy érdemes-e. Miközben
A másik oldalon az elektromos autóknál meg nyomul a konkurencia. Elég, ha a Teslát mondom, de itt vannak azok a startup cégek is, amiből nagyon sok vagy sok pénzt összeszedtek, hogy az elektromos autózásba be tudjanak lépni, és ezek a hagyományos autógyárak, mint amilyenekről most beszélünk, nem akarnak a két cég közül között a pad alá esni, vagy két pad között a cég alá. Szóval muszáj valamit tenniük, hogy a nagy nyomás ellen valamit tegyenek, és ne felejtsük el, hogy már a múlt évben is a benzines autók eladása harmadával esett, a dízel felére esett vissza, és növekszik az elektromos autózás, tehát akár akarnak, akár nem, muszáj lépést tartaniuk. Igen, egyre inkább az a tendencia, hogy az autógyáraknak ugye tech cégekkel kell konkurenciát, vagy a tech cégekben fogják felismerni a konkurenciát, mert ugye szokták azt mondani, hogy a Tesla sem autógyártó, hanem egy tech cég, ami ugye autót gyárt. A kettő azért nem ugyanaz, és per pillanat ugye a villanyautózásban sok mindenben mérvadónak tekintik, de amiben ugye a Tesla legjobb, és sokan dicsérik, az ugye a fedélzeti rendszere, ami azért a legtöbb hagyományos autóban azért elég nyögvenyelősen működik. Azt azért a tesztünkjeinkben mi is azért észreveszünk. Hát igen, olyan szoftvereik vannak, amit, mint a telefonét, távolról lehet frissíteni. Szóval az autógyárnak van mit tenniük. Én azt gondolom, hogy a témát le is zárhatjuk azzal, hogy nyilvánvalóan a Stellantis, mely alá tartozik ez a két márka, amelyről beszéltük, az Alfa és a DS, tudja, hogy mit csinálnak. Tehát valószínűleg az Alfa Romeo és a DS eladásai sem dübörögnek annyira, és előre menekülnek. Tehát hogy ezt a, hogy mondjam, tehát a hagyományos motorokkal szerelt autók esetében már nagy csodákra nem számíthatunk, hát ha az elektromos autókban valami előrelépés lehet elérni. Ebben megegyezhetünk? Részemről igen. Fogyasztásukat tekintve, és ez a következő hír, fogyasztásukat tekintve, mennyit csalnak a tölthető hibridek? Várható ezzel kapcsolatban változás, ami a méréseket illeti. Úgy tudni, hogy az Európai Unió lépni akar. Itt mire gondolnak elsősorban, ezt szeretném kérdezni, az úgynevezett töltési veszteségre, és hogyha igen, akkor magyarázzátok, mint szakemberek, hogy ez mit is jelent valójában. Nem, itt nem a töltési veszteségekkel van gond, hanem azzal, hogy bizonyára sokan találkoztunk már azzal egy katalógusban, hogy egy plug-in hibridnek, tehát egy kívülről tölthető hibrid autónak, ami önmagában is tud elektromosan üzemelni, és zöld rendszámra jogosult, és per pillanat még mindazokra az előnyökre, amiket ugye ez a rendszám biztosít, hogy ilyen 1,2-1,5 liter per 100 kilométeres fogyasztási értékeket adnak meg. Ez ugyanaz, ami volt annak idején a benzines autóknál is, tehát hogy odaírták, hogy 3,6 literrel eljárunk 100 kilométeren, 7 alatt ember nem ment vele. Pontosan, mert a mérési ciklus az olyan volt, amit a gyárak alkalmaztak, ami köszönő viszonyban nem volt a valósággal. Ugye most bevezették ezt a VLTP szerinti protokollt, amiben másképpen oldják meg ezeket a méréseket, viszont a plug-in hibrideknél ki tudják azt használni, hogy ameddig az akkumulátor fel van töltve, és az autó tisztán elektromos üzemben halad, akkor addig benzint nem fogyaszt, vagy gázolajat, ugye, mert léteznek benzines és dízelie hibridek, ugye a benzinesek a népszerűbbek, dízelekből kevesebb van, de a lényeg az, hogy ezt így szépen összevonják, és ebből jönnek ki aztán ilyen káprázatos számok, és amikor mi tesztelünk egy ilyen autót, akkor általában az van, hogy amikor a telep lemerül, és mondjuk meg tudtunk tenni egy 45-55-60 kilométert éppen az ugye körülményektől, típustól, akkumulátor méretétől, és még nagyon sok mindentől változhat, akkor ott vagyunk, hogyha a maradék távolságot lefutjuk a 100 kilométerig, akkor 3,5, 4,5, 5,5 litert általában kell ezekbe az autókba tankolni. Nekem úgy szokott kijönni ez a csodaszám, ez az 1,2-1,3 liter, hogyha feltöltöm újból az akkumulátort, mondjuk a kétszeri feltöltéssel el tudok menni egy olyan 80-85 kilométert, és akkor a fennmaradék, amíg elérem a 100 kilométert, akkor az tényleg olyan 1,1 liter lesz, mondjuk most már legyen 1,5 liter, és akkor ez az érték kijön. A plug-in hibridek
elsősorban egy kiskaput jelentenek az autógyártóknak. Ugye tudjuk, nagyon szigorú a széndioxid kibocsátási kvóta, na csak tudom mondani, ugye a 95 gram per kilométeres határérték elérésében nagyon sokat segítenek a gyártóknak ezek a technológiák. Na most azért az EU is kezd kapizsgálni, hogy azért ez így nem lesz jó, hogy a valóság és a mért adatok között ekkora különbség van, ezért per pillanat azt hallani bennfentesebb járműipari szakértőktől, és honlapokon, ilyen tartalmú honlapokon olyasmit olvasni, hogy a mérési ciklust próbálják majd változtatni, de ennek még évek kell, hogy elteljenek ahhoz, hogy ez a valóságá váljon. Körülbelül olyan 2024-2026 között jöhet el az az időszak, amikor változtatnak majd ezen a mérési cikluson, és akkor közelebb kerülhetnek a plug-in hibridek is a valósághoz. Kérdés az, hogy nálunk például addig megmaradnak a zöld rendszámosoknak. Hiszen ilyen plug-in hibrideket szoktunk látni hatalmas, nagy 2,5 tonnás szabadidőterepesekben, ahol mellette mondjuk van akár egy 3 vagy egy 4 literes benzinmotor is turbófeltöltéssel, és sok-sok lóerő, sok-sok nyomaték. Azt meg már csak én úgy halkan jegyzem meg, hogy flottás cégeknél dolgozó ismerősök mesélik, hogy ha éppenséggel egy ilyen autót adnak át az ügyfélnek, akkor sokszor úgy veszik vissza mondjuk akár egy fél éves használat után, hogy gyári csomagolásban van még a töltő, tehát egyáltalán nem is foglalkozott azzal, hogy a plug-in hibridjét feltöltse, csak a zöld rendszámnak az előnyeit használta ki, és utána tökéletesen járt azzal az adott üzemanyaggal, amivel az autó üzemeltethető, nem érdekelte azt, hogy mondjuk 40-50 kilométert meg tud tenni elektromosan is. Úgyhogy igen, a kérdésre a válasz az, hogy az Európai Unió tervezi a szabályozást, a mérési ciklusnak a megváltoztatását, viszont azt szerintem biztos, hogy nem fog megvalósulni, hogy az egészet átalakítják, hiszen akkor nagyon sok típust újra kell engedélyeztetni, és ez nagy feltorlódásokat idézni elő a kereskedelemmel, úgyhogy igazából majd szerintem egy szorzó lesz az, mondjuk a síugrásban van ilyen, most hirtelen csak ezt a példát tudom említeni, hogy ott úgy mérnek, hogy kiküszöböljék a szélirány és egyéb változásokat, hogy az adott pontszámot megszorozzák egy ilyen matematikai, egy ilyen algoritmussal kiszámolt szorzóval, és ez adja meg a végeredményt. Attól tartok, hogy az autógyártóknál is ez a megoldás lesz, hogy lefolytatják ezt a mérési ciklust, és lesznek bizonyos szorzók, amivel ezeket majd fel fogják kerekíteni, és akkor ezek az értékek közelebb kerülnek a valósághoz. Hát kérdés az, hogy az autógyártók mennyire fognak előni, mert akkor a 95 grammos határértéket kevésbé tudják kicselezni ezzel a megoldással. Itt igazából szinte nem is az autógyártó cselesz, hanem a tulajdonos. Tehát, hogy ezt lehet úgy is nézni, hogy törvényi kiskapu, meg lehet úgy is nézni, hogy tulajdonképpen nem arra használják, amire van. Mert ezt az öt, tehát mondjuk egy városon belüli közlekedést feltételezve úgy nem is tűnik olyan furának ez a másfél liter, hiszen mondjuk kétszer feltöltöd, és utána mész vele egy kicsit benzinnel, és akkor ez még reális is. Igen, nekem is így szokott kijönni, én a tesztjeimben ezt le is szoktam írni, de olyan velem még soha nem fordult elő, hogy ezt a 40-50 kilométert megtettem elektromosan, és utána másfél liter benzint vagy gázolajat tankoltam egy plug-in hibridbe. Ilyen nincs. Tehát ez egyszerűen képtelenség. Bár csak amiatt az egyszerű matek miatt is, ha mondjuk egy autó fogyaszt 8-9 litert, és annak a felét megteszem elektromos üzemben, tehát az alatt nem használom el azt az üzemanyagot, akkor mennyit fogok használni értelemszerűen a másik felére. Tehát a matek is csak így adja ki, úgyhogy ezen igazából nincsen trükközés. Bocsánat, a matek kiadhatja. Én egyetértek Marcival, mert erre én hallom az autógyári konstruktőr válaszát, aki azt mondja, hogy ha viszont mindig tetszik tölteni, akkor nem 1,2, hanem 0. És szerintem ő azt fogja mondani, illetve akikkel beszéltem, azt is mondták, ez nem az ő felelősségük. Ők azt mondják, és ebben igazuk van szerintem, hogy egy 3 literes turbós, nagy V6-ossal szerelt plug-in hibrid, az még mindig lehet jobb, mint a sima 3 literes V6-os turbóval ugyanaz az autó. Itt persze bejön a számításba az, hogy cipelni kell egy 400 kilós akkumulátort, vagy mondjuk akár csak 200 kilós akkumulátort, ami többlettömeg, de alapesetben ez az autó, ahogy Marci említette, alkalmas arra, hogy tisztán villannyal
is közlekedjen, tehát ők vissza fogják szerintem pattintani a labdát, és nem azt fogják mondani, hogy nem minket tessék, vagy azt fogják mondani, hogy nem minket tessék méricskélni, megszigorítani, hanem rá kéne a tisztelt felhasználót szorítani arra, hogy ha már plug-in hibridet vett, akkor legyen kedves töltse. Én úgy tudom, hogy a pánik azután tört ki, hogy 100 000 hibrid fogyasztását, plug-in hibrid fogyasztását ellenőrizték, és abból jött ki ez az elképesztően nagy adat, vagy rossz adat, de amennyire tudom, ezek az autók mind cégautók voltak. Gondolom cégautókat könnyebb is ellenőrizni minden szempontból a fogyasztásukat is, de a valóságban biztos nagyon nagy szerepet kell, hogy játszon az, hogy a cégautókat benzinnel megtankolni általában a cég számlájára szokták. Vagy sokkal könnyebb lemondani a villanyvezeték húzgálásától, időfeltérléstől, egyebektől. Ha ez is ingyen van, az is ingyen van, akkor sokkal egyszerűbb benzint tankolni bele. Nem hiszem, hogy a plug-int úgy érdemes elítélni, mint a benzines, meg a dízelt, tulajdonképpen arra, hogy betiltsák 2035-től, tehát olyan erős fogyasztással vádolják, sokkal jobb lenne valami módszert kitalálni arra, hogy egyedi mérése legyen az autóknak. Igen, én egyébként nagy plug-in hibrid párti vagyok, mert ha töltöm, és hát miért ne tölteném? Itt a lakó helyem mellett is van nyilvános töltőoszlop, nagyon sok helyen most már ugye bevásárlóközpontokban, vagy akár csak mondjuk egy sima nyitott parkolós bevásárló helyen is lehet már addig tölteni, ameddig mondjuk megcsinálom a heti nagy bevásárlást, és akkor városon belül simán tudok elektromosan közlekedni, viszont ha hosszabb útra kell mennem, akkor nem vagyok függőben mondjuk úgy, mint egy elektromos autóval, hogy meg kell terveznem az útvonalat, mert ekkor és ennyi távolság megtétele után az le fog merülni, és akkor onnan nincs tovább. Itt viszont, hogyha kezd kiürülni az üzemanyagtankom, akkor beállok egy hagyományos töltőállomásra, benzinnel vagy gázolajjal megtankolom, és megyek tovább az utamon, és amikor újra van lehetőségem tölteni, akkor megint tudok annyi elektromos energiát tenni a telepbe, amivel aztán megint azt az adott kilométert meg tudom tenni. Úgyhogy szerintem én per pillanat ezeket tartom a legjobb megoldásnak, ha már ilyen zöld autózásról beszélünk, de az, amit a gyárak közölnek valóban is, amiről a kérdés szólt, hogy mennyit csalnak ezekkel, ez azért szerintem fennáll, és ez nem a tulajdonosnak a hibája. Az már más kérdés, hogyha nem használják, és akkor miért vesző plug-in hibridet. Hát nem tudom, kinek a pénztárcájába tudunk így turkálni, ha ő megteheti, és nem akarja használni. Hát ahogy András is fogalmazta, hogyha mondjuk valakinél mind a két üzemanyag ingyen van, akkor nincs rákényszerítve arra, hogy ezt csinálja. De szerintem fejben dől el nagy részben, úgyhogy én nem bánom, hogyha esetleg egy kicsit a valósághoz közelebb viszik ezeknek az autóknak a fogyasztási értékeit, már ahogy a mérési ciklust majd elvégzik. Rendben, ez a Hangos az autó második kiadása. Havonta jelentkezik az Autó című autószaklap podcastje. Milyen veszélyeket rejt a közlekedésben, hogy a villanyautók sokkal dinamikusabbak, mint a normál benzinesek és dízelesek? Én most józan paraszti észre gondolom, hogy hát semmit, hát mit rejt? Hát most is különböző típusú, különböző dinamikájú autók járnak az utakon, még hogyha az mind dízeles is, meg benzines is. Sőt, valamilyen szinten a dízel és a benzinesek között is van különbség ebben. Mit gondoltok ti erről? Én a 70-es évek elejéről mondanék egy élményt. Akkoriban kezdték el árusítani a zsigulikat, és iszonyatosan meg voltak sokan ijedve, hogy nagyon jól gyorsulnak ezek az olasz motorú autók, és iszonyú nagy baj lesz, mert ki szalad a vezető alól a jármű. Hát egész jól meg lehet ezt szokni, én nem látok semmilyen veszélyt a villanyautókban. Én egy picit rákontráznék Andrásra. Itt elsősorban arról van szerintem szó, hogy ugye a villanyautóknál a nyomaték eleve magasabb, mint általában a dízel és a benzinmotoroknál, vagy a nagyobb teljesítményű motorokkal egy szinten van, és ugye ez hirtelen jelentkezik is. Tehát itt nincs az, hogy egy adott fordulatszámhoz van kötve, és itt elsősorban én az idősebb és rutintalanabb embereket félteném mondjuk esetleg ettől,
akik mondjuk egy literes Suzuki, vagy kis Toyota Yaris, vagy most sorolhatnám itt ezeket a kis autókat, mondjuk vagy egy Kia Picanto után, mondjuk beleülnek egy alapvillanyautóba, ami a legkisebb teljesítményével is mondjuk olyan 150-170 lóerős, és mondjuk olyan 300-350 Nm nyomatéka van. Tehát azok az emberek, akik ehhez nincsenek hozzászokva, azoknak szerintem azért egy kicsikét ijesztő ez a dolog, és ez bizonyos értelemben akár balesetveszélyes forrásokat is jelenthet. Itt, amit András említett, hogy amikor megjelent annak idején a Zsiguli, azért igen, az akkori autókhoz képest jobban gyorsul, de azért ma egy villanyautónak a dinamikája, az szerintem azért nagyságrendekkel jobb, mint bármilyen átlagos képességű autóé, mondjuk egy olyan 100 km per órás sebességhatárig mindenképpen, és hát aztán persze itt van maga az őrület, most egyébként friss hír, ugye a DS-ről már beszéltünk itt az első témában, hogy ők most csináltak egy tanulmányt, ami már 2 másodpercen belül van 100 km per órás sebességen, és hát most itt hirtelen, ha mondjuk az egyszerű márkák között is körülnézek, tehát mondjuk nem prémium márkákat említek, akkor inkább így fogalmazok, a Kia-nak is van olyan villanyautója, ami 3,5 másodperc alatt gyorsul 100-ra, és ezekkel az autókkal nyugodtan tudunk közlekedni a közutakon. Tehát itt egyszerűen nem is számítanak az emberek arra, hogy egy ilyen autónak milyen dinamikája lehet. Akár egy sávváltásnál, vagy egy gyalogos még úgy gondolja, hogy ó, hát az autó még messze van, én ezelőtt még gyorsan átérek, mert még állnak a pirosnál. Tehát padlogáz az autó, úgy indul el, mint a rakéta egyszerűen. Tehát, hogy ehhez szerintem majd hozzá kell szokni. Lehet, hogy én egy kicsit borulátó vagyok ezzel kapcsolatban, úgyhogy én egy pici veszélyt a gyakortalanabb, rutintalanabb vezetőkkel, akikből azért valljuk be, azért szép számmal vannak az utakon, és mondjuk akik esetleg ilyen kis vasárnapi mazsolák, vagy nagyon kis teljesítményű autóból ülnének át egy villanyautóba, én egy pici félelemmel azért vagyok irántuk. Hát egyrészt ez jelenleg még csak réteg autó, pont te mondtad, tehát hogy nehezen fog átülni a Picantóból rögtön a 2 másodpercen belül gyorsuló DS-be. Abba biztos, de majd hogy mondjuk, ha átül egy 7 másodpercen belül gyorsuló villanyautóba, ami azért általában úgy az átlagot képviseli, azért az már nem mindegy. De hát csak szólnak neki. Igen, meg hát azért ezt meg lehet szokni, én azt gondolom. Tehát, hogyha 10-szer egy vigyorgó kerékkel indul el az autóval, akkor tényleg menthetetlen, de hát azért gondolom, hogy ez tanítható is. Bár ebben tényleg, mint ahogy egyes prémium autógyártók csinálják, és azért a villanyautó jelenleg még a prémium kategóriába tartozik, érdemes lenne adott esetben egy tanfolyamon részt vetetni azokat az embereket, akik ezt igénylik, hogy az autóval együtt járhatna is. Illetve meg is fordíthatjuk, a tanfolyam is jó ötlet, ugye szoftveresen is ezeket egyszerűen lehetne korlátozni, de hogyha a Zoli elmélete az jó, akkor ugye a fékek drasztikus fejlődésével, és azért ott is nagyon-nagyon sokat javultak, egymás hegyén hátán kellett volna látnunk a koccanásokat, ahogy átültek a Ladából a jobb fékű autóba, de mégsem tapasztaltunk ilyet. Ráadásul, ha 2 másodperc alatt gyorsul, akkor arra is vigyázni kell, hogy a sofőr ne álljuljon el. Ugye? Tehát lehet, hogy vadászpilótának kell lennie ahhoz, hogy ne essen le a vérnyomás az agyában annyira. De Zoli, inkább legyél boruló, mint más boruló. Ugye? Tehát lássuk be, talán ez egy jobb végkifejlet. Oké, ugorjunk. Az Euro 7-re, az egy fontos téma, az Euro 7 környezetvédelmi norma, amelyet rá akarnak erőltetni az autókra, hogy ez az utolsó szög vajon a belső égésű motorok koporsójába? Mi várható Európában? A kérdés az, hogy szerintem egy szöget mindenféleképpen jelent, az, hogy az utolsó-e vagy az utolsó előtti, abban mondjuk nem látok tisztán. Itt egy picit ugye vissza is utalnék ugye az első témánkra, az Alfára és a DS-re, hogy ez már esetleg ennek az előszele, hogy jön az Euro 7, és akkor ez jelent valamit. A kérdésben valójában benne van egy picit a válasz is, hiszen ugye azt kérdezted, hogy Európában mi várható. Azt olvasni, hogy ugye itt elsősorban az emissziós előírásoknak a teljesítése az annyival szigorúbb lesz, hogy elég sok gyártó fontolgatja azt, hogy befejezi a belső égési motoroknak a fejlesztését. Egyszerűen már nem fogja megérni annyi pénzt fektetni ezeknek az erőforrásoknak a tisztán tartásába,
ami ugye ráadásul egyre bonyolultabb és bonyolultabb technikát hozna maga után, hogy ez valamikor is kifizetődő legyen. Azonban itt nem teljesíthetjük, nem szélesíthetjük ki ugye ezt az egész világra, hiszen Észak-Közép és Dél-Amerikában, Ázsiában, az orosz piacon teljesen mások a szabályozások, tehát ott biztos, hogy még fognak ilyen jellegű erőforrásokat fejleszteni és beszerelni autókba. Az európai gyártóknak meg el kell azon gondolkodni, hogy mi az, ami nekik még gazdaságilag meg fogja érni. Nem tudni hogy még... Hogy bocsánat, tehát hogy most nem tudni mikorra még... várható a bevezetése? Egyelőre még nincs... Mint hogy mindig tolnák ki, azt hiszem. Igen. Nem tudok én sem pontos évet mondani, nem tudok pontos határértéket mondani. Egyelőre ennyit lehet a járműipari portálokról informálódni, hogy komoly mértékben fognak az emissziós normák emelkedni, és azokat, hogyha teljesíteni akarják belső égési erőforrásokkal, akkor nagyon-nagyon komoly fejlesztésekre, és ezzel párhuzamosan komoly fejlesztési összegekre lesz szükség, és vannak olyan gyártók, akik elgondolkodnának ezen, hogy akkor igazából ők már erre nem fognak olyan pénzeket befektetni, aminek a megtérülése aztán utána kérdéses. Ez fordítva is nagy kérdés, hogy ki az, aki arra a 10 évre még befekteti ezt az óriási, és utána bedobják a kukába az egész technikát. Pontosan erről van szó. Én amit olvastam, hogy a Renault csoporton belül például a Dacia-t még hosszabb ideig fogják belső égési motorral gyártani, viszont a többi márkánál, és itt elsősorban a japán vonalat, a Nissant olvastam, hogy ők már nem szeretnének az európai piacon lévő modelljeikbe ez benzin vagy akár dízelmotort fejleszteni, és hát mivel ugye együtt vannak ezen a házasságon belül ugye a Renault-val, tehát itt egy pici áthallás is azért érezhető, de már az is egy jel, hogyha mondjuk a Nissan azt mondja, hogy köszönöm szépen, én új belső égésű erőforrásokat ebbe a térségbe már nem szeretnék, nem, erőforrásokra már nem szeretnék költeni, és ez már igazolja azt, hogy akkor ebből már olyan túlzottan jó dolog nem sülhet ki. Úgyhogy per pillanat itt szükség van még egyáltalán belső égésű motoros autóra, amikor egy Tesla meg egy prémium szegmensben lévő villanyautó most már elmegy 6-700 kilométert egy 20 perces töltésre? Töltéssel nem kellene leszivárognia. Laci, elfejtetted, hogy a 7. lakom. jó, rendben. Úgy érzem, hogy téged ez nem érdekel, ez nem hatott meg téged, ne haragudj. De abszolút meghatod, de hát ezt azért meg lehet oldani, pláne hogyha 20 perc alatt töltenek egy autót, akkor addig kávézol egyet az újonnan kiépített autótöltőállomáson, vagy a kocsitban ülsz és nyomogatod a valamelyik játékot, vagy olvasod a híreket. Tehát, a környék nyomokban kávézót sem, illetve töltőállomás sem tartalmaz. Hát ez pont ugyanígy nézett ki az 1900-as évek elején, nem? Amikor patikában vették a benzint. Ennél most egy fokkal jobb helyen vagyunk, hiszen a földből csomó helyen jönnek fel villanyvezetékek, amikre majd rádukhatod az autót. Tudom, hogy a hálózat nem tartott, és az milyen borzasztó terhelés lenne egyszerre, és a többi, de az infrastruktúra mondjuk egy 1900-as évek elejéig úthálózatához képest sokkal jobb, összehasonlíthatatlan. Én is, amikor így egy lakótelepi ablakból kinézek, és látom az a parkoló autókat több száz számra, el szoktam gondolkodni, hogy te jó ég, és ha mondjuk ez most mind elektromos autó lenne, akkor mi lenne? Persze ilyenkor leszoktak torkolni, hogy nem vagyok normális, ez úgyse egyik pillanatról a másikra fog megtörténni, úgyhogy ebben is van némi igazság, de visszatérve itt egy kicsit erre az Euro 7-es és európai kérdésre, nem tudom, én valahogy úgy érzem, hogy így Európának a nyakát akarják kitekerni ezzel az egésszel. Tehát gondoljunk bele, hogy mondjuk egy orosz piacon felmerül ez a kérdés szerintetek, hogy akkor milyen, bár az Euro 6-nak ugye a normáit, hogyha vesszük, már az is elég abnormális, és ugye ezzel a 95 grammos széndioxid határértékkel, de ezen még akár 5-szörös, 10-szörös emelés is lehet. Akkor mondjuk mi lesz egy orosz piacon? Ott megmagasodt tojnak az egészre. Dél-amerikai piac, közép-amerikai piac ugyanúgy. Tehát, hogy én ezt, én nem véletlenül sem akarok, hogy bárki félreértse ezt a dolgot, de ez egy baromi európai ellenes ez az egész. Tehát picit úgy érzem, hogy fordítva ülünk a lovon. Tehát, hogy mindegy, megvárjuk, hogy mi lesz ennek a vége, nem lehet még konkrét számokat mondani, én sem akarok itt hülyeségeket beszélni, de azért egy picit azért olyan kétesnek érzem ezt az egészet.
Még mielőtt a Laci jönne, még ehhez jól sem hozzáfűzök egy gondolatot, hogy ez így igaz, és hogy ez lehet európai ellenesnek nézni, pláne amikor halljuk, hogy hogyan épülnek mondjuk Kínában egymás után a szénerőműve. De most még előtte egy picit utána néztem a kumulált kibocsátásoknak, tehát hogy a világ térségei napjainkig mennyi CO2-t bocsájtottak ki, és ott egyébként Európa az USA-val magasan vezet, és Európa kumulálva, tehát hogy sok-sok évet összeszámolva, például magasabb kibocsátása van, mint Indiának, ami engem kifejezetten meglepett. Ez persze nem azt jelenti, hogy itt minket ennyi átrány, vagy hogy ez egészséges lenne, hogy ez bizonyos országokra nem fog vonatkozni, de ez egy egészen új perspektíva, amin eddig még nem is gondolkoztam. Én meg azon gondolkodtam, hogy ha minden autó elektromos lesz, nem lesz nagy elektroszmog? Valaki foglalkozik ezzel a kérdéssel, vagy ez nem kérdés? Elektroszmogot egyébként szoktak mérni, mert ugye nem csak az autózásból származik, vagy főleg ma a háztartásokban nem az autózásból származik ez az elektromos szennyezés, ugye, ami nem más, mint elektromágneses hullámokat jelent. Ugye köztünk van, vagy körülöttünk van mindig minden rádióadó, körülöttünk van mindig minden tévéadó. Mobiltelefon, csak a készülékeink ebből a hatalmas tengerből azt halásszák ki, amire beállítjuk őket. A telefonálást, az internetünket, de ebben a tengerben élünk. Hogy erre az elektromos autózás mennyit tesz rá, nem tudom, de ugyanezek a cégek fogják ezt is vizsgálni. Nem a vizsgálatokon van itt szerintem inkább a hangsúly, hanem az, hanem azon, hogy ki lehet-e mutatni, és ebben ellentmondásosak az eredmények, hogy ez káros az emberi életre, a szervezetre, a biológiára. Ezen még sokat fognak szerintem vitatkozni. A smog tényén, az elektroszmog tényén nem érdemes vitatkozni. Csak a káros hatásai. Mehetünk tovább? Ugorjunk. Persze. Kicsit közéletibb, egyben szomorú téma, az autós üldözések, büntetőfékezések tömege. Majdhogy nem nincs olyan hét, hogy ilyen videót a Magyar Közút ki ne adna. Legdurvább szerintem mostanában volt, amikor az M1-M7 közös szakaszán állóra fékezett egy furgon, és nem is a mögötte lévő, meg nem is az amögötte lévő, meg nem is a mögötte azutáni csapódott be a hülye, már bocsánat. Tehát mondd, aki nyugodtan, ezt nem lehet másképpen minősíteni. Jó, direkt voltam így, az internetes újságírásban mindig szeretem ezt a megoldást, amikor leírnak valamit a hülye, és így áthúzzák. Most ez kicsit ez a podcastes megvalósítása volt ennek. Oké? Tehát, hogy becsapódott a büntetőfékező és a korlát közé szegényke. És nem is biztos, hogy őt nem hozzák ki hibásnak ebben a kérdésben, de az most zárója bezárva. Tehát mi történik az utakon? Hogy teljesen megőrültek az emberek, vagy nekem volt egy ilyen gyanúm, hogy mostanában csak egyre több desken van, tehát autóba szerelt kamera, amely ezeket rögzíti. Mit gondoltok erről? Én pont egy taxis ismerősömmel szoktam erről beszélgetni. Ő ugyanezt a kérdést tette fel, hogy szerintem több a hülye az utakon, és hogy honnan kerülnek elő ilyen szituációk, vagy hogy ez régen is voltak, csak nem tudtunk róla. És én amennett a pártján vagyok, hogy igen, ezekkel a kamerákkal ugye sokkal részletesebben képet kapunk, hogy tulajdonképpen mik történnek az utakon, de én akkor ugyanazt vállalom is, és kiállok a véleményem mellett, hogy a közlekedésünk valamilyen szinten társadalmi lenyomat is. És amilyen békafeneke alatt vannak a szintek, az sajnos az utakon is megjelenik. Tehát ugye most a büntetőfékezés az önmagában egy olyan dolog, ami véleményem szerint egy olyan szintű bűncselekmény. Hát ez gyakorlatilag mondhatom azt most túlzásra, hogy akár ez egy gyilkossági kísérlet, már elnézést. Tehát, hogy a közlekedésnek vannak szabályai. És nem tudom, hogy emberek honnan veszik a bátorságot ahhoz, hogy ilyen önjelölt bíraként vagy bíróként fellépjenek, és ráadásul utána a mások testi épségét veszélyeztessék. Tehát én ilyenkor, ha ezeket az embereket kamerafelvétellel és bármi ilyesmivel lehet kontrollálni, a büdös életben nem adnék utána neki jogosítványt vissza. Tehát azért talán a Kerepesi úton volt az eset, amikor a két fickó egymásnak is esett. Tehát ott elkezdték püfölni egymást. Most azon gondolkodom, hogy az a két ember majd megváltozik? Tehát nem, nyilvánvalóan nem. Soha nem fog megváltozni. Tehát, hogy valószínűleg nekik
Életük végéig el kéne venni a jogsit, gondolom én. Mondjuk a verekedés miatt nem, mert igazából nem akarok másnak a magánügyével foglalkozni, a videóból nem derült ki, hogy kik voltak ők, min vesztek össze, és minek a végeredménye lett az, hogy tetleg esélyig... Most, ha kirúgta az lap a főnöke, akkor jogos az, hogy satú fékedjön, nem tudhatjuk, és elkezdik püfölni a másikat? Itt a fékezésen van a hangsúly. Az, hogy lehet, hogy ez a két ember esetleg ismerte egymást, vagy volt valami nézeteltérésük, és az fajult egy ilyen verekedésé, az igazából már őket minősíti. Itt az, hogy beleszólnak mondjuk egy büntető fékezéssel mondjuk a közlekedés rendjébe, és balesetveszélyes, életveszélyes helyzetet idéznek elő. Itt ez a probléma. Tőlem, ha félreállnak, össze is verhetik egymást, engem nem érdekel a magánügyük. De azért nem lehet azt csinálni, hogy megállok egy autópálya, egy főútvonal kellős közepén önbíráskodva, és amiatt esetleg más emberek testi épségét, vagy akár életét veszélyeztetem. Hát ilyen nincs. És akkor ráadásul, ugye most direkt nem mondok nevet, de van egy ilyen őskövület celeb, akinek a büntető fékezéséről felvétel készült, egyértelmű, hogy mi történt, és akkor utána megúszta az egész esetet. Hát ezzel csak lovat adunk azzal az emberekkel alá, hogy itt bármit meg lehet tenni következmények nélkül. És amíg ezzel nem változtatnak, addig ezek a típusú emberek, akik így állnak hozzá ez a dologhoz, hogy én törvényen felülálló vagyok, meg is fogják tenni. Tehát egyszerűen ez nevetséges, ugye az autós üldözések is, tehát hogy jogosítvány nélkül megy, ittassan, bedrogozva, mindenen keresztül, és utána a rendőrök üldözik. Tehát nem tudom, tehát én valahogy azt veszem észre, hogy amilyen a társadalom, olyan a közlekedésünk is, ugye Oroszországból jöttek be elsősorban ugye ezek a videók, tehát tele van a YouTube és az összes ilyen videó megosztó portál ezekkel az orosz dashcam felvételekkel, vannak súlyos balesetek is, de igenis ez a tetlegesség, ez a kiszállók, és akkor már is rögtön verekszek, lögdösödök, rúgdosódok, de mondok egy sokkal egyszerűbb példát a saját tapasztalatomból. Háromsávos úton, az ülői úton elég gyakran haladok. Sávot szeretnék váltani, kiteszem az irányjelzőt, 2-3 autóval jön mögöttem a következő kocsi. És hogy nehogy be tudjak már sorolni, egyből, mint az őrült padlógázt nyom. Persze besorolok, és akkor utána kifékezni kell, és akkor utána villog, és csapkodja a műszerfalt, és akkor mellé jön, és akkor utána mindenféle nyomdafestéket nem tűrő szavakkal illet azért, mert egy sávot váltottam biztonságosan. Tehát én nem tudom, hogy milyen elnyomott frusztrációkat és egyéb dolgokat élünk ki a volán mögött, de nagyon nem megyünk jó irányba szerintem, és a közlekedési büntetésekkel ezt szerintem sokkal szigorúbban kellene kezelni. Tehát azok, akik így ilyen szinten szegik meg a közlekedési szabályokat, főleg a büntetőfékezésnél. Tudja valaki, hogy milyen büntetések követik ezt? Hallani ilyet? Én nem tudom viszont, hogyha, amit Laci is említett a kérdésnél, hogyha ugye mindig az van, hogy a hátulról jövő ugye a hibás. Na most, hogyha egy ilyen büntetőfékezés miatt én betartom a követési távolságot, sem biztos, hogy fel vagyok erre készülve, hogy így megálljak másodikként vagy harmadikként, akkor mi van? Még én ütöm meg a bokámat csak azért, mert valaki nem bírt magával és bírót játszott? Ez sem ilyen egyszerű szerintem, mert indokolatlanul megállni nem szabad. Jó lenne, ha ezt nyomon lehetne követni, mondjuk ez talán a mi feladatunk is, hogy ilyen esetekben mi következik, és mondjuk ne évek múlva legyen ítélet, hanem kövesse gyorsan, hogy ezt megismerhessék az emberek. Igen. Mondjuk ebben az esetben pont szerencséje volt valószínűleg annak a becsapódó autósnak, mert a magyar közút kamerái rögzítették az esetet, és egyértelműen látszik, hogy itt büntetőfékezés történt. Egyértelmű, hogy a büntetőfékezés, ez egy magasabb büntetési kategóriába sorolták, tehát azzal nincsen probléma, csak a bizonyíthatóságával van probléma, ugyanis a Kressz alapvetően azt mondja ki, hogy a hátul haladó, most nagyon leegyszerűsítve mondom, az előtte haladó hirtelen fékezése esetén is meg kell tudni állni. Hát igen, igen. De ez fölülírja a büntetőfékezés. De azt viszont bizonyítani kell, hogy az a nyomorult büntetőfékezett. Mondjuk szerencsére egyre több kamera van, városszerte, országszerte, oké, tehát talán a bizonyítás ebből a szempontból egyszerű, de ő még mindig mondhatja azt, még egy dashcam felvétel esetén is, ami lehet, hogy nem látszik, hogy bocsánat, úgy láttam, hogy egy kutya szaladt ki elém, és kész.
Onnantól kezdve ez megmagyaráz a dolgokat Hát nem esetleg. tudom, zavar van a fejekben, és borulátó vagyok. Én csak ennyit tudok zárásképpen Zolikát, ezt egész a hozzátenni. Borulátóval Én meg egész a idézi borulátó vagyok, igen. Igen, Egyébként pedig szép az a idő. villanyautózásban is pont ezt látom ezekben az erős villanyautókban, és hát ugye mivel tudom a következő kérdést, ezt még egy kicsit árnyalni még tudom ezt a helyzetet, de szerintem nem beszélek ezzel majd hülyeséget, de várjuk ki. Igen, mert börtönbüntetés kaphat, az a 400 km óránkénti sebesség fölött száguldó cseh Bugatti is. Ezt a kérdést én nem értem, illetve nem is ismerem annyira, hogy kettős mérce, vagy az autóbánon, tehát a német autópályán sem lehet mindent? Ez miért Igen, van így ez a... Ennek én direkt utána néztem. Ugye ez Na. elég felkapott videó volt most az utóbbi hetekben. Ugye mi is írtunk az autóban magazin témának, hogy megjelent ugye egy új Bugatti, amivel zárt pályán 490 km/h sebességgel haladtak, és ezt az autót meg lehet vásárolni, ez rendszámot kaphat, és ugyan 440 km/h sebességre korlátozva, de ez közúton használható autó. Tehát elmehetsz vele a közértbe, a gyerekére a korcsolyázás után, bármi, tehát ezt nyugodtan lehet használni. Most egy cseh milliárdos, és itt nem az, hogy cseh azon van a hangsúly, tehát inkább mondjuk úgy, hogy egy milliárdos, akinek van egy ilyen Bugatti Chiron nevezetű autója, ő úgy gondolta, hogy a német autóbánon, egy olyan pályaszakaszon, ahol nincs sebességkorlátozás, és itt ezen van a hangsúly, kipróbálja az autónak a tudását, be is kamerázta az utasteret, és a végén 417 km/h sebességgel száguldott közúton. Úgy nézett ki, hogy az autót biztonságosan uralja, felvételem megvolt az öröm, és nagy happy end, hogy 400 fölött hasított a Bugattiával. Azonban a német hatóságok mégis balesetveszélyesnek érték ezt a helyzetet, ugyanis, és erre van a kettős mérce, hogy akkor most lehet vagy nem lehet száguldozni a német autóbánon, van egy olyan kitétel, hogy a sebességkorlátozás nélküli szakaszokon is fennállhat a szándékos veszélyeztetésnek a vétsége, tehát ha mondjuk versenyzésről van szó, azt még nem lehet csinálni egy ilyen autópályaszakaszon sem. És a német ügyészség rámozdult erre az ügyre, úgyhogy most akár 2 éves börtönbüntetést is kaphat ez a Bugattival száguldó milliárdos, hiszen hiába uralta biztonságosan az autót, ez egyértelműen egy veszélyhelyzetnek minősített szituáció volt, vagy majd az lehet De a miért, bírátnak bocsánat, a versenyzett megítélése. Valakivel? Hát nem versenyzett senkivel, nem egymás ellen való versenyzésnek ről szól ez a dolog, hanem maga az egy versenyszituáció, hogy te ennyivel mész. Tehát ez egy fokozottan veszélyeztetett helyzet. Itt azért szerintem a németek lábon lövik magukat, mert önmaguknak mondanak ellen, mert akkor miért kellenek sebességhatár nélküli szakaszok a német autópályára? Nekem ez a sztoriból hiányzik valami. Tehát ez önmagában egy hülyeség. Tehát akkor mondjuk hát, azt, ha így hogy van, akkor valóban. Igen. Tehát akkor annak alapján, ha 300-zal megyek, az nem veszélyeztetés. Ha 400 fölött megyek, az veszélyeztetés. Tehát akkor most ez kettős mérce, hiszen sok ilyen videó van, hogy az autóbánon hasítanak 300 fölötti tempóval, különféle szupersportautókkal. Ezeket fölveszik videóra, és akkor ezekkel villantgatnak az interneten. Az még hagyján, hát ez az ember 2015-ben ment 400-zal, és 2012 óta több gyakorló futamot csinált, közben a Bugattival többször konzultált, mert nem érte el a 400-at, és 2015-ben 400-zal ment. Az akkor nem volt versenyzés? Na látom. Másrészt pedig én is utána néztem a helyzetnek, meg a törvényeknek, és igazából úgy fogalmaznak, ha valakit érdekel, akkor ez a Straßengesetzbuch 315-ös D paragrafusa, hogy 5 feltételnek kell ahhoz teljesülnie, hogy ez büntethető legyen. Aha. Az egyik az az, hogy nem engedélyezett verseny, ott van egy olyan kitétel, mármint ez nem a feltétel, hanem ez maga a törvény rész, ott van egy olyan kitétel, hogy önmagad ellen is versenyezhetsz, hogyha túl gyorsan mész. Rendben van. Tehát akkor ezt már lehet versenynek. Ez pipa. Ez akkor megvolt. Ez pipa. Ezen kívül forgalomban kell történnie. Ez az pipa. Az is pipa, szintén. Az is pipa, hogy a legnagyobb sebesség elérése a cél, mert az volt. 3. De innentől kezdve jönnek alkritériumok, amiknek ráadásul és feltétellel kell teljesülniük, tehát mindnek. Az egyik az a nem körülményekhez igazodó sebesség, a durván közlekedési szabályok ellenesség, tehát mondjuk balról előz, vagy úgy előz, ahogy nem szabad egy ilyen helyzetben, és másra tekintet nélkül. Tehát ennek a 3 feltételnek egyszerre kell teljesülni, és ez nehéz lesz
megtámadni, hiszen ezen a 10 kilométeres szakaszon több embert is odaállított ez a versenyző, akik a forgalmat figyelték, illetve több autó is ment, akik a forgalmat figyelték, hogy nehogy baleset legyen. Tehát relatíve körültekintően járt el egy olyan szakaszon, ami belátható volt, és 10 kilométer hosszú, és összesen 10 autót előzött meg. Tehát ez azon mit sem változtat, hogy ez szerintem is nagyon felelőtlen, és rettenetesen balesetveszélyes, akármit is döntsenek. De ez egy kicsit olyan, hogy a... Most ez csúnyán fog hangzani, és nem is pont így gondolom, de lehetne így is mondani, hogy hát akkor egyék meg a németek, amit főztek, hogyha van egy autópályájuk, ami azért van, hogy akármennyivel mehessenek, és arra kimegy valaki, hogy akármennyivel mehessen, akkor ez van, illetve már 2015-ben is elkezdhettek volna ilyen szabályt preventív módon hozni, akár még személy szerint ez ellen az ember ellen is, hogy ez nem szabad, de ez nem történt meg. Igen, ezt én is nagy balgaságnak tartom, hogy bizonyos szakaszokon így feloldják a sebességhatárokat, mert ennek itt semmi értelme nincsen, és én itt mondtam, amit Laci utalt rá, hogy ma egy kicsit ilyen borulátóbb vagyok, és akkor lehet, hogy ma akkor itt fogom én ezt az egészet fokozni, és tudom, hogy ez ilyen petrolheadek, meg benzinvérűek, meg nem tudom, most biztos, hogyha ezt hallgatják, akkor csúnyákat fognak rám mondani, majd csuklok egy ideig, de én azt se értem az autógyártóktól, hogy miért kell utcára 5-6-7-800 lóerős autókat gyártani. Tehát mikor arról beszélünk, hogy mennyi közlekedési baleset van, hogy az emberek nem képesek ezeket uralni, stb., akkor egyáltalán miért van erre szükség? Én tudom, hogy ez kereskedelem, meg üzlet, meg minden ilyesmi, tehát azért nem most jöttem le a falvédőről, de a közlekedés azért egy szabályrendszer. De meg tehát, is válaszoltad, üzlet. Üzlet. Jó, hát köszönöm szépen, de akkor meg a szabályrendszer mi a fenének van? Tehát miért kell egy olyan autóval, ami mondjuk 340-nel képes menni, akkor miért húzok én meg autópályán 130 km/h sebességhatár? Akkor pénzes vagyok, és ezzel akarok vilogni, akkor is csak 130-al mehetek. Hiába van sokkal erősebb autóm, ami nagyobb sebességre is képes. Tehát én egyelőre leragadtam ennél a pontnál, hogy igazából saját magunk kellene játszunk. De az a szerencsé, hogy ezek az autók nem 120-al indulnak. Tehát, hogy lehet velük 50-nel is menni, nem könnyű nyilvánvalóan, de az már legyen a vásárló problémája, a gyártó megőrül, mert megvette. Igen. Csak így akkor meg a közlekedési szabályokat gyakorlatilag két lábbal tiporjuk. Hiszen hogyha van egy ilyen autók, akkor logikus, ugye rögtön jön az első magyarázat, hát az nem azért vesz ilyen erős autót, hogy akkor majd százal tötyögjön vele. Na jó, de hogyha nem mehetsz többel, akkor miről beszélünk? Tehát én valahol ebben soha nem értettem meg a logikát. Tehát lehet ilyen autókat használni, akiknek ráadásul ennyi pénze van, annak biztos nem probléma az, hogy mondjuk egy pályanapon, vagy mondjuk zárt körülmények között próbálgassa ezt a drága és nagy tudású autóját. Csak Zoli, bocsánat, hogy közben meg ezt tudtad egyébként, hogyha sok alkoholt iszol, attól be lehet rúgni? Igen. Na, képzeld el. Na hát, köszönöm szépen. De tudom, hogy naívnak hangzik ez az egész dolog, de valahogy én ezt akkor sem értem, és a Bugatti is pontosan ezt mondja, hogy ők elhatárolódnak ettől az embertől, és ők igenis biztosítanak zárt körülményeket az embereknek, hogy kipróbálják ezeket az autójukat, akár azt a 490 km/h sebességet, amit rekordként elértek. Ez, hát ez van. A Bugattitól rettenet. Hát ez nem túl hát elegáns, nagyon képmutató, hát akkor miért gyártanak ugye egy olyan autót, ami igen rendszámmal forgalomba helyezhető, és aztán azt igen mondják, hogy ja, hogy ezt rendszámmal használták közúton, és gyorsan mentek vele, mi ettől elhatárolódunk, azért szerintem elég durván képmutató. Egyébként most közben itt kutakodtam itt a neten, miközben beszélgettetek, hogy van egy ilyen törvény, ami... Ez még a Marcihoz kiegészítendő, hogy minden közlekedő számára kötelezően előírja a törvényet, csak olyan gyorsan haladjon, hogy a jármű folyamatosan uralható legyen. Ugye ezt te is mondtad, Zoli. És azt mondja az a regionális közlekedési főnök, hogy itt nagyon komoly kétségek merülnek fel azzal kapcsolatban, hogy ez ebben az esetben megtörtént-e. Itt ennyit fognak vizsgálni valószínűleg ebben az ügyben. Hát ehhez egy adalék, hogyha én jól számolgattam, akkor körülbelül fél kilométer a féktávolsága ennél a sebességnél az autónak. Jól számoltál. De ahogy néztem a videót, nem tudom, ti láttátok-e, egyébként az a fél kilométer, de mondjuk 300 méter az biztosan belátható volt végig. Tehát mondjuk ettől függetlenül veszélyes, és abszolút elítélendő, de
a körülményekhez mérten körültekintően járt el. Az lett volna a legkülönbözőbb, persze nem autópályán megy, és nem forgalomban, tehát ezt így nem szabad. De az igazság, tehát akkor elvileg lehet, illetve van ez a furcsa törvény, amit viszonylag nehéz értelmezni, főleg abban a helyzetben, amikor én most nyomni akarom az autónak. Tehát most abban az helyzetben, tehát ez valami nehéz. Tehát akkor miért nem azt mondják, hogy a gyerekek 300 a felső határ? Vagy 250, vagy 189? Mert azt is meg fogják szegni. Ugyanúgy, mert ha Magyarországon is mész autópályán... De bocsánat, Zoli, nem, most más logikán indultunk el, mert én azt mondom, az egy exakt valami. Ez a törvény, hogy uralható legyen a kocsim, kezdj csókolom, én megpuszilom mindkét izomszeletemet, és uraltam a járművet. Miről beszélgettünk? Igen. Nem inkább arról van szó, hogy tele van szabályokkal az életünk, és végre egyszer van egy kivétel, ahol talán a józan ész szabhatná meg, hogy milyen sebességgel lehet menni, és ahogy látszik, ez nem mindig sikerül. Hát de ő is csak azért ment oda, hiszen akármennyivel lehet menni az autópályán. Még egyszer a professzor Ecksteinnel beszélgettem Aachenben, aki a interjút is készítettem vele, aki az ottani autós tanszéknek a tanszékvezetője, és pont a te naivitásoddal kérdeztem, hogy hát miért vannak egyáltalán autók, amik ilyen gyorsan tudnak menni? A Citroen DS a maga 60 lóerejével mindenhova elment, és kényelmesen vitt téged, és ő mondta, hogy hát kérem szépen, hát Németországnak ez az imidzséhez hozzá tartozik, és ez turizmust generál, majd jönnek ide emberek, akik gyorsan akarnak menni az autópályán. És pont ez történik. És aztán abszolút egyetértek a Lacival is, hát miért nem lehet azt mondani, hogy 300 és luszpassz, vagy 250, és aztán persze meg fogják szegni, ugyanúgy, ahogy az Oli mondta, de annak azért vannak következményei. Van a BMW Welt Münchenben, az egy hatalmas autó átadó, egy gyönyörű szép csavart épület, Amerikából is jönnek autót átvenni, tehát ők úgy kérik, hogy a BMW Weltben szeretném átvenni, utána meg csapatnak vele a pályán egy picit rögtön. És kimondtad a szót, csapatnak vele a pályán. Tehát ki lehet menni a Nürburgringre, lehet egy jót száguldani, lehet instruktorral menni, lehet mindent csinálni, tehát megvannak erre ezeknek a dolgoknak a maguk keretei. Tehát, hogyha aki éppenséggel lesz szeretné, ez kipróbálhatja ezeket a dolgokat. Mindegy, én naivan állok ez a dologhoz, ezt én tudom jól, csak nekem ez így furcsa, hogy szabályozunk, aztán végül is olyan termékeket gyártunk, amivel más sem lehet csak szabályokat szegni. Tehát ez nekem ez az ellentét, ez kicsikét furcsa. Úgyhogy. Nyári programra szeretnénk invitálni a podcast hallgatóit is, meg az ismerőseiket, meg akik az ismerőseiknek az ismerőse, mert ez egy kiváló program. Június közepén újra lesz Hévízen veterán autós konkursz delegáns szépségverseny, és ott újra van a hatalmas nagy hangsúly, mert a koronavírus járvány miatt az elmúlt két esztendőben ez a nagyszerű program elmaradt. Mit lehet tudni már most a rendezvényről? Hát az a legfontosabb, amit mondtál, de ez egy bonyolultabb mondat, mert azt mondtad, ugye Laci, hogy újra, de valójában ez úgy hangzik, hogy végre. Végre újra lesz. Igen. Ez a teljes, mert hogy két éve nem volt, úgyhogy már mi is nagyon várjuk. Rengeteg új autó készült el. Én magam is beszéltem olyan rendszeres részvevővel, gyűjtővel, és nem ott tudom, hogy veterán autó készült el, csak újonnan készült veterán autó. Így, bocsánat. Pontosan, ahogy mondod. Úgyhogy jó lesz már ezeket látni, jó lesz végre összejönni, és jó lenne, ha sokan jönnének el. Szerintem sokan vágynak már egy ilyenfajta eseményre. Ez ugyanis nem egy olyan veterán kiállítás, amilyen egyébként egy veterán kiállítás szokott lenni, hogy kordonok mögött álló autókat 5 méterről meg lehet nézegetni, és ha nincs szerencsénk, akkor még bele is lóg ez az, mondjuk egy szemetes kuka vagy egy másik autó, hogyha fényképet szeretnénk róla készíteni. Nem, itt az autók élnek, jönnek, mennek, lehet őket szagolni, beléjük lehet nézni, a legtöbb tulajdonos szívesen beszél is róla, és lehet őket látni mozgásban, hiszen, sőt, ugye, hát a csúcspontja a sónak évek óta az, amikor a saját lábán az összes győztes kigurul átvenni a díjat, beszél egy kicsit egyébként az autójáról, és akkor ugye jön egy pár produkció, a nagy amerikai V8-asok üvöltenek, a kis 100 éves autók pöförögnek, óriási tapsvihar, ez egy nagyon jó show. Előtte pedig, aki nem jön oda megnézni Hévízre magát a kiállítást, az is láthatja mozgásban az autókat, mert szombaton
ugye ez egy hétvége, június 11-12-e, szombaton, tehát 11-én nincs még közönség nap, de az autók felvonulnak a környéken, és meg lehet őket nézni. Tehát ez egy igazi autószagoló, autósimogató, veterános esemény, amiből elég kevés van, és nagyon jó, hogy újra meg tudjuk csinálni. Ugyanott lesz, ahol szokott? Így van, Hévízen. Már úgy értem, hogy Hévízen belül. Így van, ott vagyunk kezdetek óta, ugye már régen túl lennénk a 15-en, de ez most a 15-dik lesz a két kimaradás miatt. Ugyanott a Lotus Hotelben, a Lotus Terme szállodában. Uh-huh. Földvári Andrásnak, Krebs Zoltánnak, Surányi Marcinnak és Széchenyi Gábornak köszönjük szépen a figyelmet. Egy hónap múlva lesz legközelebb Hangos az Autó podcast. Vegyék az újságot, többek között az autót, amely szintén hamarosan jelenik meg, illetve a Retromobil magazint, és kövessenek az autót a különböző social media felületeken is. Tehát találkozunk egy hónap múlva. Köszönjük szépen a figyelmet, viszont hallásra!